Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek mindannyiunkat az Úr Jézus nevében. Különképpen köszöntjük azokat, akik először vagytok körünkben, Isten hozott benneteket. Kívánjuk, hogy az Úrnak az áldása nyugodjon meg rajtatok. Külön köszöntjük kedves vendégeinket, akik más helyről jöttetek, néhány új arcot is látok, Isten hozott benneteket, nagyon örülünk, és adja Isten, hogy mindenki számára igazi ünnep legyen a mai nap, és hiszem, hogy az Úr jelenlétében ma is lehet ünnepelni. Egy könyvre hívnám fel, pontosabban kettőre a figyelmeket, de most Zakarián, a földek boldogabb emberei, nem tudom, hogy hányan olvastátok a könyvet, aki nem olvasta, nem tudja, hogy mit veszített, úgyhogy újra a figyelmeteket beajánlom, rendkívüli könyv, olvasmányos, én is újra fogom olvasni, mert annyira emlékszek csak, hogy már, hogy nagyon-nagyon jó volt. És van még egy könyv, amire felhívnám a figyelmeteket. Hős új ország, a modern Izrael 60 éve. Egy nagyon fontos olyan szempontból ez a könyv, mert igazából egy csodakönyvet tartok. Mert az, hogy Izrael ma él, az halmozottan csodák sorozata. Még meg se született Izrael, már ki akarták írtani, mint ahogy a Mesiást is. És azóta már nagyon sokszor. És az, hogy ma is áll, az is egy kegyelem, és az Úr tartotta meg. És hiszük, hogy meg is fogja tartani mindaddig, meg az Úr vissza fog jönni, és majd a Mesiás leteszi a lábát Jeruzsálembe, akkor elhiszi mindenki, majd el fogják fogadni, hogy igen, ő az. Mi tudjuk már. Ma egy különlegesen kedvenc történetemet szeretném felolvasni a Bibliából a számotokra, remélem, hogy örülni fogtok neki, és szeretném megosztani számotokra azt az üzenetet, amit az Úr a szívemre helyezett, mert jó az Úr. Ne legyetek olyan szomorúak, mert zavarba jövök. Az Úr jelenlét. Jó dolog dicsérni az Urat. Bízom abban, hogy már többeteket megérintett az Úr jelenlét eddig is. Maradjunk az Úr jelenlétében. Kettő királyok 5. részéhez kérlek, nyissuk ki a Bibliánkat. Ezen a rendkívül fontos időszakban élünk, és hiszem, hogy egy stratégiai napokban az Úrnak van szava hozzánk az igéből. Kettő királyok 5. első verstől a Naaman történetének egy része. Nagyszerű üzenetekkel van, tartalmaz. És Naaman a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagybecsült volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Szíriát, és az a férfiú hős volt, de bélpoklos. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kis leányt vittek el foglyul, és ez Naaman feleségének szolgált. És mondta, ez az ő asszonyának, vajha az én uram szembe lenne azzal a profétával, aki Szíriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. Naaman beméne és elbeszél az ő urának, és mondván, így és így szólott az Izrael országából való leány. Akkor mond a Szíria királya, menj el, és íme levelet küldök az Izrael királyának, elméne azért, és fönn magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, azon felül 10 öltő ruhát, és elvívé a levelet az Izrael királyának, ezt írván. Mikor a levél hozzád érkezik, íme az én szolgámat, Naamánt azért küldöttem hozzád, hogy ő gyógyítsd meg a bélpoklosságából. De amikor elolvasta az Izrael király a levelet, megszakadta az ő ruháját, és mondom, Isten vagyok-e én, hogy őjek és elevenítsek? Hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsa meg a férfiút az ő bélpoklosságából? Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus az Isten embere, hogy az Izrael király ruháit megszagadta, küld a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szagadtad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. És elmenne Naaman lovaival és szekereivel, és megáll a Elizeus házának ajtaja előtt, és külde Elizeus követet ő hozzá mondván, menj el, fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagúvék Naaman, és elment, és így szólt,
Éme, én azt gondoltam, hogy ő kijön hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobb, aki Abana és Párpál, Damaszkus folyóvizei, Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetnék én meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulva nagy haraggal elment. De hozzá menjenek az ő szolgái, és szólanak neki mondván, atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna egy próféta neked, avagy nem tetted volna én meg? Ennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Beméne azért a Jordánba is belemeríté magát abba hétszer, és az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megálló előtte is mondta, íme most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, ezt az ajándékot a te szolgától. Eddig a felolvasott ige, ma tovább nem tudjuk az egész igét fel, minden üzenetével nem tudunk kitérni, de rendkívüli üzeneteket tartalmaz, és hiszem, hogy a végére majd meggyőznek benneteket is erről. Először is egy nagyon-nagyon jó üzenet van benne. Isten ma is a poklosokat meggyógyítja. Mondjad el a szomszédodnak, Isten ma is a csodák Istene. A poklosokat meggyógyítja, a betegeket megszabadítja, a bűnösöket megbocsátja, az összetört életeket helyreállítja. Isten a csodák Istene. Ha nem hinnénk ebbe, akkor nem volna, amit itt keressünk. Az az életünknek az a reménységet, hogy mi egy élő Istenbe hiszünk, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz. És szeretném, hogyha úgy ülnél ezen a helyen az összevetelen, mint aki hiszed, hogy a te Istened tegnap, ma és örökké ugyanaz. Mondjuk együtt. Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Ő ma is képes a te problémádat megoldani. Ma is képes beavatkozni a sorsodba. Ma is ugyanaz az Istenről van szó, ugyanaz az Isten szolgáljuk, akit Izrael Istenét. Dicsőség az Úrnak. Ma három nagy üzenetet szeretnék kiemelni ebből a történetből. Nem annyira történetnek a részleteivel fogunk foglalkozni, sőt kihagyunk némelyet belőle, hanem szeretném inkább azokat a spirituális üzeneteket, amit úgy hiszem, hogy az Úr nekünk küldött ebből ma. Az első érdekes dolog ebben a történetben az, hogy Isten emberei között Isten használ olyan embereket, akik fogyatékosak. Azt mondja a Biblia, hogy igen, nagyon nagy becsbe volt ez a férfiú, mert az Úr általa szabadította meg Szíriát, csak közben még bélpoklos volt. Az egyik legnagyobb ellentmondás, amit nekünk emberekre nehéz feldolgozni, hogy Isten tud használni olyan embert, aki ügyetlenebb, mint mi. Mert hogy minket használ, ez oké. Okay. De őt hogy tudja használni? Pedig egy rendkívül igazság, és ahhoz, hogy megértsük az Istennek a gondolkodásmódját, fontos, hogy a miénket áthanguljuk az övére. Nem azért használ Isten bennünket, mert mi jók vagyunk. Még csak azért, mert mi ilyen ügyesek vagyunk. Még azért sem, mert mi ilyen okosok vagyunk. Azért, mert ő olyan jó. És azt mondja a Biblia, hogy hős volt, vitéz volt, Isten használtam, csak bérpoklos volt. Ha valakiről hallanád, hogy Isten használja, hogy Isten által a nagy szabadításokat végez, nagy dolgokat végez rajta keresztül. Egy dolog biztos, arra nem gondolom, hogy az poklos. Valahogy mi úgy képzeljük, hogyha valakit Isten használ, az már hibátlan. És ezt szeretném ma neked az agyadba lerombolni, és az enyémbe is. Isten nem azért használ egy embert, mert az már tökéletes. Mert akkor bennünket nem tudna használni. Tudjátok, hogyha van egy tökéletes gyülekezet, ha létezne tökéletes gyülekezet, tudod, meddig volna tökéletes? Még mi is oda mennénk. De nagyon sok ember számára nagyon nehéz elfogadni, hogy tudja Isten használni az XY-t, mikor tudom, hogy ilyen, gyarló,
sőt, bérpokos. Ez a betegség egy olyan problémát képvisel, ami megoldhatatlan emberek számára, megoldhatatlan, lehetetlen. És van egy jó hírem, Istennél minden lehetséges. A te problémádra Istennek van megoldása. Mondtad már a szomszédodnak? A te problémádra Istennek van megoldása. Reménységgel üljél itten. Lehet, hogy már imádkozol egy éve, lehet, hogy már imádkozol 5 éve, lehet, hogy már 10 éve. Nem tudjuk, hány éve volt beteg ez az ember. De Istennek van megoldása. És ne csüggedj el, ne keseredj el még, és ne veszítsd el a reménységet akkor sem, hogyha évek úgy telnek el, hogy ilyen ellentmondásos az életed. Érzed, hogy szeret az Isten, néha még használ is, bizonyos dolgokban megáll, és mégis vannak olyan nagy problémák, amit úgy szeretnénk. Mikor fiatal voltam, mindig azon álmodoztam, hogy nem lehetne úgy, hogy az ember elaludjon a problémák közben, és majd mikor felébred, minden legyen megoldva. Például a vizsgaszesszióban milyen jól lehetne, ez ember elalszik, felébred, már minden túl van. Vagy egy-egy probléma, és arra jöttem rá, hogy nem lehet. Meg kell tanulni. Némely problémával együtt élni, mindaddig még megszabadít az Isten. Tehát vannak problémák, amivel meg kell tanulni együtt élni, mindaddig még megszabadít az Isten. És te hiába nyomod azt a gombot, hogy gyorsabban, nem biztos, hogy begyorsul. Sőt, az a tapasztalat, hogy nem szokott begyorsulni. Ez egy nagy igazsága. Másik igazság, amit szeretnék nektek mondani, mutatni ebből az igéből, hogy nem tudott ez az ember magán segíteni. A világ körülöttünk olyan, mint Naamán, teli van nyomorral és problémákkal. És hogyha csak egy kicsit így belenéztek az emberi sorsokban, gondolom, hogy ti is körülöttetek ismertek olyan, hogy a hideg kiráz. Bevallom nektek őszintén, néha nagy vívódásban vagyok. Aminap is jöttem az út, a kocsival utaztam, látom, annyi nyomorult ember van. Minusz 15-20 fokban a hátán, a gyerekek cipelik a hátán a fát, hogy legyen mivel tüzeljenek. Ilyen gyerekkorukor ezeknek az embereknek. Mi ebbe a hőmérsékletben mondjuk, hogy nehogy kimenjél, ha még nagymama is van közelben, akkor azt már sálat is ad, sapkát is ad, papucsot is ad, bundát is ad, minden neki, és nehogy megfújja a levegő. Ki ne menj az udvarra! És emberek meg vannak, akik szabadban élnek. Nagyon nehéz sorsok vannak, és ez csak az egyik oldal, a fizikai oldal. A mások belső vívódással küzdenek éveken át. Mindenük megvan, és olyan gyötrések vannak, hogy te nem tudsz segíteni, meg én sem. Minden embernek talán vannak nehéz ügyei, de nagyon nehéz problémák vannak, amit ember nem tud megoldani. És magam én nem tudom magam segíteni. Amikor az ember be van süllyedve, a saját hajától nem tudja magát kiemelni. Esetleg kihúl a haja. De gondoskodott Isten segítségről. És ezt úgy hívják, hogy egyház. Tudjátok, hogy ennek a földnek Isten milyen megoldást küldött? Jézus Krisztuson keresztül az egyházat küldte, hogy legyen a só, legyen a reménység, legyen a világosság, legyen a íz, legyen a szőlő, legyen ami az ennek a világnak reménységet és megoldást tud adni. És ezt úgy hívják, hogy egyház. Ennek a jelképe képviselőjét ez a kislány testesítette meg, ez a kislány volt az, aki igazából az egyháznak a képe. Rendkívül fontos szereplő. Szinte bele remeg az ember, mikor rájön arra, hogy milyen fontos dolgoknak kell együtt játszania. Szükség van a kislányra, szükség van a profétára, szükség van a királyra. Mindenkire szükség van. És ha ma úgy ülsz itt, mint ahogy ez a lány volt elrabolva, szolgált, nem volt egy könnyű élete.
De abban a pillanatban, amikor látta az a Naamán nyomorúságát, rögtön tudta, mi a dolga. Testvéreim, az első dolog, amit meg kell értsünk azzal kapcsolatban, hogy a mi életünk nem rólunk szól. Ez a lánykának nem volt optimális élete. Mondhatta volna, hogy elrabol, az anyja, a szolgáló, tehát az úrnőjének, már a hölgynek, mondhatta volna siránkozva, hogy elraboltak otthon, úgy hiányzik az édesanyám. De hogy hiányzik az édesapám? Hiányoznak a testvéreim. Csak még láthatnám egyszer Izraelt. Ha erről siránkozott volna, jogos lett volna a siránkozása? Teljesen. Csak Naamán sose gyógyult volna meg. Mondhatok neked valamit? Hogy amíg az egyház siránkozik, a Naamánok betegek maradnak? A Facebook 90%-a önsimogatásról és önvigasztról szól, meg nyavajgásról. De ha a világ teszi ezt, az az ő dolgok. De az egyháznak tudatába kell lenni, testvéreim, az egyháznak van egy elhívása, mégpedig az, hogy segítsünk másokat, ne pedig magunkat sajnáljuk. Az első dolog, amit látunk, hogy ez a lány mit csinált? Szolgált. Szolgált. Egy olyan szó szerepel itt, ami ma nem divatos. Mi vagyok én, szolga? Mit képzelsz, hogy én vagyok, a szolgád vagyok? Hallottatok ilyen modern kifejezéseket mostanában? És amikor ezt a szót használják, az emberek legtöbbször nem érték, hogy az Isten által rendelt felvezető létre első fokát törték ki. Szeretnéd, hogy Isten felemelje az életedet? Tudod, hogy hol visz ez a létre fel? Jézus mit mond? Hogy aki közülletek, olvassuk fel. Nehogy nyártok utána, hogy én írtam. Mert ezt nem én írtam. Ezt úgy hívják, hogy Jézus. Ő a szerzője. És aki közülletek első akar lenni, ne légy olyan, ne tagadd le, hogy szeretél első lenni. Nem szégyenez. Nem azt mondja a Biblia, az valami nagyon bűnös gondolat. Nem mondja az ige. Ha nagy akarsz, első akarsz tenni. Legyen a ti szolgátok. Jaj. Nem azt mondja, hogy legyen az én szolgám. Észrevettétek? Mert Isten mindenki akarja szolgálni. Jaj, drága jó Isten, azt mindenki szolgálja, kérlek szépen. De én embert szolgálom? Jaj, hogy képzeled? És Jézus pedig azt mondja, aki első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Tudjátok, hogy miért nem tud Isten sok keresztényt felemelni? Mert ez az ige a keresztényeknek szól. Azért, mert nem értik, hogy a felvezető út, a felemelő út, az úgy működik, hogy szolgáljuk a mellettünk levő embert. Nem az urat, mert az urat könnyű szolgálni, mert nem látja senki, hogy mit szolgálsz. De nagyon egyértelmű, hogy a testvéredet tudod-e szolgálni, a házastársadat tudod-e szolgálni, a testvéreidet tudod-e szolgálni, az embertársaidnak fele tudsz szolgálni. Na, itt kezdődik a felemelkedés. Ennek a lánynak a nagy titka, hogy először is ő nem prédikált. Nem úgy kezdődött, hogy elrabolták ezt a lányt, be se lépett a házba, jaj, de büdösség van, hát látszik, hogy bélpulkos a főnök, nekem megvan a gyógyszerem. Hanem úgy teltek el évek, hogy ez a lány semmi más nem csinált, csak szolgált. Mosogatott, vitte a szemetet, hordta a vizet. Nem olyan bonyolult a szolgálat, és mégis nehezen megy. Pedig azt mondja a Biblia, első akarsz lenni? Szeretnéd, hogy Isten felemeljen? Akkor kezdj el szolgálni. Nincs más alternatíva. Ez az út visz felfelé. És ha nem kell, nagyon sokat keressél, csak jobbra-balra tekintesz két-három embert,
rögtön megtalálod, felismered, ki az az ember, aki fele neked szolgálnod kell. Isten ezt is előre már eltervezte, mert minden jól cselekedett a mennybe, előre el van tervezve. Azt is tudja Isten, milyen családba kerültél be, azt is tudja Isten, hogy milyen környezetben dolgozunk, és ami előtt neked ez a szükség megvan, az előtt már Isten elkészítette, hogy kifele kell szolgálja. Miért? Mert szeretne felemelni az Isten. Nem hiszitek? Elmondom még egyszer. Szeretne felemelni téged az Isten. Szeretne felemelni téged az Isten. De nem azt mondja Jézus, hogy én sem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy az embernek fia szolgáljon mások felett. Mi nem lehetünk, nem akarunk más úton járni, csak azon, amen Jézus járt. Ő a szolgálat által lett urak, ura és királyok királya. Neked és nekem, nekem és neked, ugyanez az út áll előtted. Akarod, hogy Isten felemeljen? Látom, hogy akarjátok. Kezdhetem előről az egész prédikációt. A felemelő út útja a szolgálat, de érezni lett a levegőbe, hogy milyen nagy akadályok vannak. Mert azt mondtam volna, megáld az Úr, tartsd a fejedet a kenet alá, húl a mennyből, persze, hova kell dugni? Szolgálni kell, az valami idegen, nem, valószínűleg nem nekem üzenet. Ma egy olyan világban élünk, ahol könyökökre megy a más le kell gyúrni ahhoz, hogy felemeljen. Nem, a Biblia egy más útat mutat nekünk. Isten akarja, hogy felemeljen téged. Isten nagyobb érdeke Istennek, mint neked, hogy felemelje a sorsodban, felemeljen a családban, felemeljen az egyházban és a környezetedben. De ennek az útja szolgálat, emberek fele való szolgálat. És nem kell dioptriás szemüveget tegyél, hogy keresd meg, hogy ki az, mert olyan közel van, hogy szemüveg nélkül is látod. Ott van melletted. Egész közel hozzád. Azok az emberek fele kell, kell elkezdeni szolgálni, akik ott vannak körülöttünk. Legyen a ti szolgátok. Mert azt mondtam volna, hogy Istent kell szolgálni, persze, természetesen. Erre mindenki nyitott. De embereket, ne hülyéskedj. Pedig Jézus bemutatta egy alkalommal, hogy megmosta Jézus a lábait a tanítványoknak. A legpiszkosabb munkát, ha lehet mondani, így elvégezte. A felemelkedésnek az útja szolgálni emberek fele. Látom, akkor ámen mondtam, hogy így, ahogy mondtátok, majdnem eldőltem. De ez azért van, mert a mi világunk a dominanciára, az elnyomásra, a diktatúrára épült, és ugye évtizedeken át, de lehet, hogy Romániára, ha évszázadokat mondunk, akkor se tévedünk, de mindenképpen évtizedeken át itt csak úgy lehetett felemelkedni, az ember nyalós volt, áruló volt, besúgó volt. És ez anélkül, hogy észrevegyük, meghatározza a gondolkodásmódunkat, és a gyűlibe pedig nem így lehet bejutni. Az Isten országában nem ez a felemelkedés útja. Az Isten országában a felemelkedés útja, hogy kezd el szolgálni mások iránt. Ámen. Másik dolog, amit ugyanebben az ígében meglátunk, hogy igazából ez a lány nagyon hiteles volt. Mielőtt hirdette a jó hírt, szolgált. Mert tudod, hogy mi hitelesít téged, és mi hitelesít engem? Nem az, hogy mit mondok a számmal, hanem az, hogy én hogy tudok szolgálni feléd, és te hogy tudsz szolgálni feléd. A szolgálat hitelesít. Mondd el a szomszédodnak, mert lehet, hogy erre nem is gondolok. A szolgálat hitelesít. A szolgálat hitelesít. Éveken át ez a lány semmit nem tett, semmi más nem tett, csak mondja, hogy az ő asszonyának szolgált. Az egyik legnagyobb kérdés az a mai világon, hogy miért nem tudnak megtérni az emberek. És sokan mondják, hogy hát nincs, aki hirdesse. Szerintem nem így van.
Nagyon sokan hirdetik ma az evangéliumot. Soha ennyi nem hirdették. Amiben nagy hiány van, az a hitelesség. A sorrend más, testvérek. Addig nem tudsz szolgálni, amíg nem vagy hiteles először. Két komponense van a szolgálatnak. Neked is igaz ez, nekem is, a jó hír hirdetésének. Az első a hitelesség, a második a jó hír hirdetése. Ez a lány egy éveken át semmi más nem csinál, hanem szolgált. Kérdek tőletek valamit. Hogyha ez a lány nem mosogatott volna rendesen, ha nem vitte volna ki a szemetet rendesen, ha egy lázadozó, szemtelenkedő lány lett volna, hallgattak volna véleményére, hazudozott volna össze-vissza, kiment volna el a szaván? Ki? Senki. Rendkívül fontosnak tartom ezt az üzenetet ebből a történetből. Mert rendkívül nagy szükség van ma hiteles keresztényekre, mert másból van elég. Ha a keresztbe raknák, a marost el lehetne zárni, a gátat lehetne csinálni belőlük. Én is keresztény vagyok. Én is. Nagyon jó. A nagy dumáddal. Ennyi. De a hitelesség abban merül ki, hogy hogyan szolgállak téged, és hogyan szolgálsz a családodban. Hol derült ki a hitelesség ennek a lánynak? Az otthonba. Az otthonodban és az otthonomban derül ki, hogy milyen hiteles vagyok. Nem a gyülekezetben, mert itt, halleluja, hát ezt nagyjából meg lehet tanulni. Ennyi, felállsz, leülsz, ámen, nagyjából ennyibe kimerül. Ezt meg lehet tanulni. Azt mondja a Biblia, hogyha angyalok nyelvén beszélünk, még az se hitelesít minket. Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ha sokat adakozok, az se hitelesít. Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Az hitelesít, hogy hogyan viselkedek először is otthon. Ha most elővennénk egy kis papírt, mindenkit megkérnék arra, hogy írja le, hogy a hozzá közeledét, hogy ítéli meg férjedet, írjál egy, a hölgyeket kérném, hogy írják, hogy a férjük szerintük hiteles keresztény. A férjeket kérném meg, mondjuk, hogy írják le, hogy szerintük a... Vagyis a feleségeket kérném, hogy írják le, hogy a férjük hiteles, és fordítva. Ha leírjuk, ha nem, Isten pontosan ezt nézi. Egy alkalommal elmentem, vegyek egy virágot a virágüzletben. Megdöbbenésemre, tudod, mit mondtak? A két eladó volt a virágüzletben. És mondják, milyen érdekes. Hát mondtam, miért érdekes? Mondják, hogy ő nekik soha a férjük egy szál virágot még nem vett. Hát mondtam, jó, ki vannak ezek a szerencsétlenek és állítva. Vissza is fogok menni, mert érdeklődtek az evangélium. Olyannyira furcsa volt nekik, hogy én veszek virágot, hogy érdekeltek, hogy miféle fajzat vagyok. Úgyhogy jól állunk. Én nem ilyen dologgal akarlak téged most zsarolni. Én azt szeretnélek kérni téged, hogy tudd meg, hogy mindannyian megállunk Isten előtt. Hitelesítés nélkül nincs kereszténység. Ha angyaloknak vagy embereknek nyelvén beszélek is, ha nincs hitelesség, nulla. Tehát nem a duma hitelesít. Milyen nagy dumád van. Facebookot beindítod, annyi prédikációt tudsz hallgatni reggeltől estig. És látom, némelyek, mivel nincs más hallgatójuk, gondolom, azért prédikálnak. De úgy gondolom, hogy egy baj van, azért nincs hallgatójuk, mert hiteltelenek. De ha megkérném most a te gyermekeidet, hogy írjanak rólad egy kis beszámolót, hogy mennyire tartanak hitelesnek, mint édesapa, mint férj, mint édesanyja, mit írnának? Jaj! Egy alkalommal egy férj felhívott telefonon, sok évvel ezelőtt, nem volt keresztény, csak a felesége járt hozzánk a gyülekezetbe. Az mondja, halló, pásztor, igen. Na figyelj ide, az én feleségem magukhoz jár, de ez egy tróger.
az szivarazik titokból, hazudik, iszik, hazudik, az nem keresztény, csak magukhoz jár. Azt se tudtam. Ne gondold, hogy nem figyelnek a téged az emberek. Ne gondold, hogy a gyermekeid nem figyelnek. Ne gondold, hogy nem követnek téged. És elsősorban nem az érdekli az embereket, hogy mit mondunk, hanem az, hogy hogy élünk. Amikor most volt a bemutatója a Trump elnök úrnak, lehetett látni, utólag elemezték a viselkedését, minden mozgását. Azt is figyelték, hogy beengedte a volt, ahol előre engedte a feleségét, volt, ahol nem engedte előre. Kinagyították, nézzék meg, itt nem engedte előre, itt előre engedtek. Ő elnök, és ők azért nézik. De te Isten képviselője vagy, és téged azért néznek. És nem csak egy ember néz, hanem a mindenható Isten is néz. Otthon, a család, ez a lány hol kellett szolgáljon? A családba. Tudod, hogy a te házastársad kit? Az, aki felé kell szolgáljál, az hitelesít, hogy hogy szolgálsz felé. Mondhatod, hogy jó, de te nem ismered őt, szerencsémre, nekem elég, amit én tudok. De ha az Isten úgy hozta össze a sorsodat, akkor csak akkor tudjad, hogy ez a te szolgálati területed. És hogyha nagyon nagy a szolgálati területed, akkor azt jelenti, hogy nagyon nagy kaliberű ember vagy. Mert aki első akar lenni, az legyen a ti szolgálatod. Ha nagyon sokat szolgálsz, azt jelenti, hogy Isten nagy kaliberrel áldott meg. Tehát, hogyha melletted levő emberrel nagy hibák vannak, akkor hozzá nagyon nagy reménységem van. Ne úgy tekints a házastársadra, hogy akit mindaki tönkretette az életedet, hanem az az ember, akin keresztül téged Isten fel fog emelni, hogyha te hűségesen szolgálsz. Mert Isten, a hitelesítés ez egy hosszú folyamat. Az nem két nap. Jézust az Atya a Szent Szellem által fogant Máriába. Így van? Tehát Jézus génjeinek fele nem földi eredetű. 30 évig mit csinált Jézus? Reszelte a fát, hogy nem reszelte, csiszolta, bocsánat, gyalulta, smérlizett, vágta a fát. Tudod, mit csinált? Hitelesítette magát, mint ember. Isten hitelesítette őt, mint embert. Nem vizen járt kicsiként, biberon ide, pampers oda. Hát mennyből jövök, figyelj nekem. A lehető legnormálisabb emberként viselkedett. Igazából még arról is vita volt a családok között, még az édesanyját is megzavarta. Annyira természetesen viselkedett egy adott percben, az édesanyját már megzavarta, hogy már kezdett gondolkozni az anya, hogy te az eskü előtt vagy eskü után estem teherbe. Mert már oda megy és mondja, hogy vajon valami baj van, vigyük el, mert valami baj van, el van állítodva Jézus. Annyira természetes, mint ember megállt a helyét, ahhoz, hogy Isten használni tudjon, először arra tegyél nagy hangsúlyt, hogy hiteles ember legyél. A családodban és a munkahelyeden. Ha valahol alkalmaznak, nem azzal kell kezdeni, hogy főnök megfogta az Isten lábát, hogy engem alkalmazott. Tudja, hogy én egy hites vagyok, és egy becsületes talpig becsület. Tudja, milyen nagy dolog, hogy én hites vagyok, és nem lopok, és nem hazudok? Tudja? Nem azzal kell kezdeni. Igazából, ha kell mondjad magadról, hogy keresztény vagy, akkor az már önmagában gyanús. Hát most mondd meg egy lámpásról, hogy tudod, hogy ez világít. Sötétben kell magyarázni, rá kell írni, hogy ez egy lámpás. Nem gyanús? A kiégett lámpákat kell reklámozni, hogy az valamikor világított, de már elmúlt. A munkahely a másik terület, ahol mindannyian vizsgázunk. Hitelesít,
vagy hiteltelenít. Vagy ott van Pál apostol. Kétség nem fér hozzá, hogy Jézus Krisztus megjelent Pálnak. A leglátványosabb megtérésről olvasunk a Bibliában. Az Úr maga jelent meg Saulusnak, hogy megtérjen. Megtér. És azt mondják neki, figyelj ide, te antroger voltál, úgyhogy te szépen most menjél haza, úgy 10 évet pihenjél, ha 10 év múlva is ugyanígy beszélsz, majd érdekel, addig menj, és csak. Körülbelül 10 évig tartott a hitelesítési folyamat Pál apostolnak az életében, mert előtte olyan rossz renoméja volt, hogy üldözte a keresztényeket, némelyeket még szavazatával támogatta, hogy meg is jöjjön, és úgy voltak, hogy nem kíváncsiak, nem akarjuk meghallgatni, mi nem lesz hiteles. Van a Bibliában egy nehezen érthető rész, most értettem én is meg. A gadarai ördögös. Meggyógyítja Jézus. Nagy boldogság. Kimegy a démon, újra normális a hülye. Hát nagy dolog. És nem hozta Jézus, hogy figyeljetek, egy hülye normális lett. Nézzétek meg, milyen nagy dolog. Nem. Mondta, hogy akar velem. Ne, tudod mit, te menj, hova? Haza. Menj haza. Ott mutasd meg, hogy normális vagy. Mert ha otthon az anyádat, apádat, testvéreidet, rokonaidat meggyőzöd arról, hogy normális vagy, mi is, mindenki el fogja hinni. Ez a legnehezebb. A világ minket elfogad könnyebben. Otthon nehéz. De ez másképp nem megy. Megtértünk. Az első dolog a hitelesség. Ennek a történetnek az egyik nagy üzenete. Gondold bele, hogy micsoda hitelessége volt ennek a kislánynak. A szolgáló asszonya az úrnője előtt, akit szolgál. Azután az elmondta a férjének. Az annyira komolyan vette, hogy az elmondta a királynak. A király annyira komolyan vette, hogy képes volt egy sereget rendelni mellé, levelet írni, hogy mert komolyan vette. A jó hír így terjed. A hiteled így terjed, de a hiteltelenség is így terjed. És ne csodálkozz, hogy addig Isten nem fog használni, nem tud használni, nem szolgálati terület sem, addig, míg a hitelesítési folyamat nem zárul le egy ember életébe. Ennek le kell zárulnia. Ez egy folyamat. Az én életemben is az, tiédben is az. Azután azt mondja, miután szolgált, második nagy igazság ebben a történetben, hogy rögtön felismerte, most eljött az idő, szólni kell, hirdetni kell a jó hírt. Ha hallgatott volna ez a kislány, mi lett volna Naamánnal? Mindig poklos maradt volna. Ne hallgass, ha már hiteles keresztény vagy, és otthon sikerült megállnod a helyed, szeretnék valamit mondani. Ez a lány nem volt egy képzett teológus. Ő nem járt nagy teológiai iskolába. Még csak nem is volt gazdag. Még csak nem is volt valaki nagy képzett. De egyet tudott. Ismerte az urat, és hirdette a jó hírt. Mit mondod? Hogy Naamán meg tud gyógyulni. Ezt kell nekünk képviselni. Nézd a szomszédodra, és ha látsz egy hiány benne, akkor mondjad, van egy jó hírem hozzád, meg fogsz gyógyulni, meg tudsz szabadulni, meg tud Isten téged áldani, be tudja tölteni a te szükségeidet. Egy olyan Istenbe hiszek, aki a te szükségedet 100%-osan be tudja tölteni. Isten a te szükségedet 100%-osan, és ez a jó hír. Ezt kell nekünk hirdetni. Az az egyháznak az elhívása, testvéreim, a jó hírt csak az egyház tudja továbbadni. Más nem mondhatja. A hiteles keresztényeknek van csak lehetőségük elmondani. De mikor látsz egy szükséget, tudod, honnan lehet megkülönböztetni, kik az igazi egyházú emberek, és kik csak
vallásos emberek? Hogy akik ismerik az Urat, akkor azt mondják, hogy a te problémádra én is tudom a megoldást. Az az proféta, akivel én találkoztam, akit ismerek, aki már nem csak Samáriában van, nem csak Jeruzsálemben van, hanem itt van közöttünk, meg tudja oldani a te problémádat, meg tud gyógyítani téged, meg tud szabadítani téged. Istennek az ereje rátszár és megváltozol. Ő nem változik meg. Ez a lány ismerte a prófét, ismerte az Urat. Ő azért beszélt ilyen hitelesen. Megkérdeztem, hogy milyen híreket szoktál híresztelni? Tudod, mit mond mindenki el? Ami benne van. Töltsd meg magad jó hírrel. Szív fel magadba az Úrra jó dolgokat. És mondj reménységet. Szóld a jó hírt. Második nagy üzenet ennek a történetnek. Szóld a jó hírt. Mondd a jó hírt. Mert az emberek nem tudnak igazából meggyógyulni, megszabadulni, ha nincs ki nekik elmondja. Magától nem jött volna soha rá Naomán. Magától nem tudott volna meggyógyulni. Mondok igazából egy érdekes dolgot. Naamán csodájába az első eszköz, ez kislány volt. Legyél te is a csoda eszköze. Te is legyél a csoda eszköze. Legyünk a csodák eszköze. Hogy? A szánkkal. Áldást mondunk egymásra. Elmondjuk, hogy igen, az Úr a te szabadítod, az Úr a te gyógyítod, az Úr a te erősséged, az Úr a te Istened. A szádon keresztül igazából a hitnek a szavát szólt ez a lány, és ez az egyház dolga. Ámen? Második dolog, de hiszem, hogy egy nagyon fontos üzenet, hogy a legnagyobb szolgálat igazából az emberek felé szólni a jó hírt. Ez a legnagyobb szolgálat. Olyan sokan vívódnak, hogy milyen szolgálata lehetnek az egyházba, hogy tudna ő jobban szolgálni. Engedd meg, hogy súgjam meg. Szóld a jó hírt. Ez a legnagyobb szolgálat. Szóld a jó hírt. Ennél nincs nagyobb. Mint hogyha egy embernek, aki beteg, azt mondod, hogy az Úr a te gyógyítod. Aki le van sújtva, az Úr a te vigasztalod. Az Úr a te szabadítod. Az Úr a te erősséged. A beszéd, a hitnek a beszédében nem csak jó kívánság van, hanem a Szentlélek hitelesítette ennek a lánynak a beszédét, valami bement, valami történt, amikor ő elkezdett beszélni, és valami megváltozott. Ahogy te mondod a hitnek a beszédét, bemegy az a beszéd valakibe, és ott megváltoznak a dolgok. A reménység beszéde megváltoztatja a dolgokat. Ne a reménytelenséget mondjuk. Még csak nem is a tapasztalatainkat mondjuk, mert az nem segít. Azt már megvan a rossz tapasztalata mindenkinek. A hit beszédét mondjad, a reménység szavát mondjad. Fordulj a szomszédod fele, és mondjál neki valami jó reménység szavát, jó hitnek a szavát. Nézd meg, hogy minnyivel vidámabb és szabadabb lesz. Mondjad neki, az Úr a te vigasztalod, az Úr a te áldjon meg téged az Úr Izraelnek Istene, szabadítson meg téged az Úr, töltsön be az Úr minden jóval. Ha beteg, akkor mondja neki, gyógyítson meg téged az Úrnak az ereje. Az Úrnak a gyógyító ereje járjon át téged. Szabadítása járjon át téged, vigasztalása járjon át téged, a szívedet járja át az Úrnak az ereje. Tudod, micsoda lehetőség? A szánkkal, a beszédünkkel egy embernek a sorsát, ez a lány ennek az embernek a sorsát változtatta meg örökre. A beszédeddel sorsokat tudsz megváltoztatni örökre. Azzal, hogy a hitbeszédét mondod, megváltozik a sorsa örökre. Ez az egyház dolga. Ez a mi dolgunk. Jót mondjunk. Istennek a beszédét. Ismered a Mesiást? Ismered Jézus Krisztust? Akkor már tudsz beszélni. Aki nem ismeri, az csak azt mondja, kicsi egészség, a többi telik. 2017, még öregebbek lettünk.
Előbb-utóbb jön a morga, elvisz. Egy. Hát ez nem valami nagy reménység. De azt mondod, hogy van jövő. Hosszú élettel elégít meg téged az Úr. Betölti az Úr minden jóval a te életedet. Meglátod az Úr szabadítását az élőknek földjén. Még az is megvan írva, hogy hosszú élettel elégít meg téged az Úr. Dicsőség az Úrnak. Rendkívül nagy szükség van. Hát mutassak nektek valamit. Nem a mennyből jött egy angyal, hogy mondja, Naamán, meg tud gyógyítani téged az Isten. Hanem elküldött egy olyan lányt, akit amúgy mosogatni fogadtak. De nem vagy te alkalmatlan arra, ne érezd magad alkalmatlannak a jó hír hirdetésére, hanem szóld a jó hírt, mondjad a jó hírt, kiáltsad teljes erődből, teljes bátorsággal, mert ha mi hallgatunk, azt mondja az ige, akkor a kövek fognak kiáltani. Nekünk kell szólni az ígét, erővel, bátran és hatalommal. A reménység szavát. Tudod, hogy nem tud helyettesíteni ebbe senki téged? A szolgálatba sem tud helyettesíteni senki, és a jó hír hirdetése is egy kulcskérdés. Mert nagyon sokan úgy gondolják, én Uram, kérlek, ezt tegyél meg, azt tegyél meg, de nézd meg, hogy mennyi emberi tényező is van benne. Szükség van a szolgáló lányokra, okosokból van elég. Most a szolgálókra van szükség, akik tudnak hitelesen és hitbeszédét mondani. Mert a hiteles ember tud igazából hiteles üzenetet mondani, az az igaz hites. Hiteles. Hites, hiteles. Hiteles, hites. Legyen hiteles a hites. Ámen. Mit szólsz? Jó hírt szóljuk? Hát beszélhetett volna egy egész sztorit a gyermekkoráról, családjáról, az édesanyjáról, hogy milyen rén nem látta a testvéreit. Beszélhetett volna róla? Persze, csak attól nem gyógyult volna meg senki. Ne a fájdalmaidat osztogassad másnak, mert attól nem fog meggyógyulni senki. Mondjad el a hitedet, és ez meg fogja változtatni az embereket. És még mondott valamit. Ennek a lánynak egy fantasztikus kijelentése volt. Hadd mutassam meg nektek, milyen kijelentést kapott az Úrtól. Azt mondja, hogyha ez az én Uram szembe lenne azzal a prófétával, más szóval, találkozna a prófétával, bekerülne a mennyei atmoszférába, akkor minden megváltozna. Ennek a lánynak volt kijelentése, hogy a csodák hogy működnek. A királynak, egész Izrael királynak fogalma nem volt. Sőt, azt mondja, hogy király vagy, vagy azt gondolja, hogy én Isten vagyok. Ez tényleg el volt állítod ez a király. Hát senki rajta kívül nem gondolt ilyent. De ez a lány tudta, hogy működik a csoda. Nézzétek meg, mert nagyon fontos. Azt mondja, hogy ha ez az én Uram, tehát Naamán, bekerül az Isten jelenlétébe, akkor kétség nélkül meggyógyul. Elmondta, hogy így ez a csoda titka, hogy jussál be az Úrnak a jelenlétébe. Ez nagy titok, hogy tudsz bejutni az Isten jelenlétébe. Azért dicsérjük az Urat, mert az Úr, Isten az Izrael dicséretei között lakozik. Hogy az a mennyei atmoszféra vegyen körül, mert amikor a mennyei atmoszférába bekerül az ember, akkor meggyógyul. Megszabadul. Megváltozik. Hát ott van egy Saul. Saul királynak volt egy rövid, ilyen jó korszaka az életébe. És úgy kezdődött ez a korszak, hogy találkozott Sámuellel. És a következőt mondja neki Sámuel. 1 Sámuel 10:5-t olvasom. Azután eljutsz az Isten hegyére, ahol a filiszteusok előrsei vannak, mikor pedig bemegy a városba, proféták seregével fogsz találkozni, akik a hegyről jönnek le. Előttük lant, dob,
síp hárfa lesz, és ők maguk profétálnak. Honnan lehet megtudni, hol vannak a proféták? Ahol vannak proféták, ott van gitár, mert a lant az olyan, mint a gitár, van dob, van síp, és van hárfa. Ez a proféták jellemzője, nagy vidámság van, öröm van, Isten dicsérete van. Azután azt mondja, amikor fogsz találkozni velük, akkor te is elkezdesz, ő profétálnak, Isten igéjét mondják, a proféták egészségedre. Az a jellemző, hogy Isten igéjét mondják, hirdetik. Akkor az Úrnak szelleme rád fog szállani. Hol szállt rá a Saulra az Úr szelleme? A proféták között. Miért kell nekünk az Úr jelenlétébe vágyódni? Mert ott rád száll az Úr szelleme, rám száll az Úr szelleme, rád száll az Úr szelleme, rád száll az Úr szelleme, rád száll az Úr szelleme. A proféták fiai között vagy, rád száll az Úr szelleme. Ez a lényege, hogy szálljon ránk az Úr szelleme. És akkor azt mondja, ha rád száll az Úr szelleme, más emberré leszel. Nem mi magunkat tudjuk átdolgozni, mi már próbálgattuk már régóta, csak nem nagyon jön össze. De ha ránk száll az Úr szelleme, akkor más ember leszel. Egy ember jött be, más ember megy haza. Szeretnél megváltozni? Ki szeretne megváltozni? Tud, mi a feltétel? Elmondta ez a lány. Találkozz a prófétával. Juss be az Úr jelenlétébe. Engedd, hogy az isteni atmoszféra átjárjon. Átjárja az elmédet, átjárja a szívedet. Érintsd meg. Az asszony mit csinál? Tudta. Elmegyek, megérintem Jézust, csak a ruháját. És én meggyógyulok. Beteg elmegyek, egészségesen fogok jönni. Erről már le volt ez írva, tudta. Mert annyira tudta, hogy ha valaki megérinte az Urat, az megváltozik. Testvéreim, ez ma is így működik. Az a nagy kiváltság ér, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ő ott van, és lehet találkozni ma is az Úrral. Azért dicsérjük az Urat, azért van hárfa, azért van lant, azért van dob, azért van síp, azért dicsérjük az Urat, mert ha bejut, ott van az Úr, és rátszáll a Szent Szellem, más ember leszel. Dicsőség az Úrnak. Mindig megváltoztat az Isten jelenléte, és csak az Isten változtat meg igazából. És ő a szívünket változtatja, meg nem csak a szokásainkat. A király maga pedig nem érti az egészet. Anélkül, hogy észrevegye, ugye eljut a királyhoz a Noámán, és szinte megsértődik a király. Hogy? Hát Isten vagyok én, hogy gyógyítsam meg. Tudod, mi volt ez a király? Akadálya a csodába. Amikor elkezded keresni az isteni gyógyulásodat, az isteni csodádat, szeretned, hogy Isten megváltoztasson, mindig fogsz találkozni egy-két ilyen nagy okos királlyal, aki el akar kergetni. Ne hülyéskedj, ez már rég vége annak. És nem könnyű, képzeld el Noámán, megcsinálja hosszú utat, nagy örömmel, reménységgel, azzal a bizakodással, hogy meggyógyul, eljut a királyhoz, és a király azt mondja, hogy téves az a szín. Szó se lehet róla. Én nem gyógyítok senkit. Nagyon rossz erre jöttél. Mindig fogsz találkozni olyan emberekkel, akik meg akarnak győzni, hogy add fel. Mindig fogsz találkozni olyan emberekkel, akik mondják, hogy törődj bele, már kész. De volt ott az Istennek a profétája, és hallgatta. És akkor üzent, van Izraelnek Istene. Küldje csak hozzám. Ugyanis a Noámán elkövetett egy hibát, és ezt sokszor elkövetjük mi is, Noámán nem a királyhoz küldte, hanem a profétához küldte. Minden egyes alkalom, amikor csalódsz, tudjad meg, hogy a királyokkal csalódsz, nem a profétákkal. Soha nem az Úrba csalódunk, hanem az emberekbe. Ha az Urat keresed, az Úrba soha nem fogsz csalódni. Emberekbe fogunk csalódni, magunkba valószínű többet, de emberekbe lehet csalódni, de az Úrba soha nem fogsz csalódni.
És a mennyei üzenet, amit nekünk hirdetni kell, hogy menj be az Úrnak a jelenlétébe. És ne engedd, hogy bizonyos nagyokoskodó emberek, mindez a király is volt, aki nem ismerte az Urat, profétát ismerte, csak nem hitte neki. A profétában nem hitt, nem hitte az Úrba. Ezért nála nem működött. És mindenkinek át kell menni ezen a vizsgán. Ne engedd meg senkinek, hogy elválasszon a csodától. Senki kedvéért ne add fel azokat a kijelentéseket, amit Isten neked adott. Keresd az Urat, megszabadulsz, meggyógyulsz, áttörést tesz, sikerülni fog. Ne engedd, hogy lebeszéljenek róla. Ezt mindenkinek meg kell harcolni. Naamánnak is meg kellett harcolni. De a kenet embere mindig készenlétben van. Honnan lehet tudni, hogy ki van a kenetben? Hogy azonnal készenlétben van. Nem azt mondta, álltok meg, vissza kell vonuljak, kell imádkozzak, kell könyörögjek, kell bőtöljek, 6-7, 40 napos bőt, aztán majd meglátjuk, hogy meggyógyul vagy nem gyógyul meg. Hanem azt mondta, küldjen ide. Miért? Nem azt mondta, hogy gyógyítsam meg. Hanem küld ide, gyere ide hozzám, hogy tudja meg ez az ember, hogy van Izraelnek Istene. Hogy ismerd meg, hogy van Isten. Istennek az az akarat, hogy megismerjük őt még jobban. És a világ megismerje Jézus Krisztust, mint teremtőt, mint szabadítót, mint gyógyítódat, mint erősségedet. És az beteg, a csodáknak is ez a célja. Igen, ám, és eljut az Elizeus házához, 10. versben, és mondja az ége, hogy és küldje Elizeus követeket hozzá, mondva, menj el, fürödj meg 7-szer a Jordánba, megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagudik Naamán, és elment, és így szólt, íme, én azt gondoltam, hogy ki jön hozzám, előállván segítségül hívja az Úr Istenének nevét, kezével megillető beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Gondolkodtam sokat, hogy miért használta a proféta ezt az eszközt, mert azért nem lett volna neki kijönni és egyet imádkozni kézatételben. De rendkívül fontos üzenet van benne, mert ebben az igében a proféta Jézus Krisztusnak a képviselője. Jézus most visszavonult a mennybe. Nagyon sok embernek ez a probléma, hogy csak akkor tud hinni, ha valaki érte a fejére rányomja a kezét, ha megérint az Úr, ha megérint az Isten, akkor igen. És Naamán is így volt. Azt mondja, hát én azt gondoltam, hogy ki jön. Először is legalább azzal méltat, hogy köszönjön nekem. Erre üzen, menj, mozdjál meg a fürödj meg a Jordánba, 7-szer és meggyógyulsz. Miért tette ezt? Azért, hogy meggyőzze arról Naamánt, hogy nem ő eszköz, nem ő a gyógyító, hanem az Istennek a beszéde gyógyít. Látjátok, hogy a kislány, aki akkor hirdette a jó hírt, ő csak szólta a reménységet, a proféta pedig szólta a gyógyulást. Isten igéjében megvan a gyógyulás hangja. A te Bibliádban le van írva a gyógyulás, ott van a gyógyulás a szívedben és a szádban van. És az Úr már a kezünkbe adta az igét. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód, én vagyok a te szabadítód, én vagyok a te Istened. Az Úr keze nem rövidült meg. Ne engedd, hogy a saját okoskodásod, magaslatok, elméleteid meggátoljanak. Nem kell rád tegye, ha senki nem tenné rád a kezét. Akkor is az Isten beszéde meggyógyul, bemegy, és nem tér vissza üresen. Engedd, hogy menjen be a belsődbe az Úrnak az igéje. Mert behatol az íge, és megváltoztat, egy más ember fog kijönni belőled. Mert az íge bemegy, és meggyógyít. De ezt Naamán nem értette. Hogy? Jöjjön ki! Ő elképzelte, és nagyon sokan így vagyunk, mi elképzeltük, hogy Isten hogy tudna meggyógyítani minket. De jó lenne Jézus korába élni. Milyen jó volna most, hogy ott lennénk mi is a tömegben.
De ti felfigyeltetek arra, hogy sokan betegek maradtak Jézus idejében is? Amikor ment Péter és János a templomba, ott volt a templom bejáratánál egy ember, aki a születésétől fogva sánta volt. És nem volt meggyógyulva. Jézus korábban élt. Mert szeretném, hogy tudjál valamit. Az Istennek, az Jézus Krisztus, az Istennek az beszédéje testesült meg, mert az íge testé lett. Az íge az, ami gyógyít, az íge az, ami szabadít, az ígébe van benne a csoda, és az az íge ma itt van közöttünk. Ne testileg ragad meg az ígét, nem, mert nem az a döntő, hanem az íge a döntő. Az ígét és az ígét pedig a szívünkbe kell befogadjuk. A hit mondja, hogy a szívedben és a te szádban van. És amikor bemegy az íge a szívünkben, megtörténik a csoda. De nem olyan könnyen megy be, mert megvannak okos, teli van a magaslatokkal. Igen, ha imádkozna, értem. Ha Jézus itt járna, milyen szerencsém volna. Neked pont nagy szerencséd van, mert most itt van ő. Dicsőség az Úrnak. Ő itt van. Azért, hogy meggyógyítson, hogy megszabadítson, hogy megváltoztasson, ő itt van. Mert megígérte, hogy ha ketten vagy hárman az ő nevében összegyűlnek, akkor ő jelen van. Tehát ha két ember Jézus nevében összegyűl, akkor Isten már kiküldi az ígét. Ha meg kiküldte az ígét, ugyanaz az íge, ami létrehozta a láthatatlanból a láthatót, ugyanaz az íge képes téged is ma megváltoztatni. Képes a csodára. Dicsőség az Úrnak. Nézzünk meg akkor tovább még egy érdekes momentumot. Naamán mit csinált? Megharagudt. Ez a Naamán, hogy milyen sértődő? Szerencsére nem hites volt. Nem nagyon sok ember ugyanebben a hibában van. Megmondod egy embernek, hogy hogy tud megszabadulni, tudod, mit fogsz tapasztalni sokszor? Ugye a Naamánok megsértődnek. Hogy? Ha nem úgy mondod az embernek, hogy elképzelte, sokszor megharapszik. Az igazság fáj. De döntsd el, meg akarsz gyógyulni? Akarod, hogy az Úr a csodát tegyen az életedben? Akkor eljutottunk a harmadik titokhoz a csodában, mert először kellett látjátok, kell a szolgálóliánka, kell a proféta, és még kell valami, az engedelmesség. Ha oda ment volna a proféta, hogy imádkozzon kézzetétellel Naamán, akkor az engedelmessége nem lett volna próbára téve. De így igen. És azt mondja a Biblia, hogy jobb az engedelmesség az áldozatnál. Én azt gondolom, hogy sok ember itt akad el, tudja már az ígét, de az engedelmességgel sok baj van meg. Nem könnyű néha engedelmeskedni. Hogy? Legtöbb ígét ma az emberek, ma ekkora ígé ismeret van, mint soha. Hát gondoljátok el, évek telt, évszázadok úgy teltek, hogy az emberek nem tudtak írni, olvasni. Nagy része. Hallottak egy-egy fosztánt a Bibliából, ennyi volt az ismeretük. Soha nem olvasták a Bibliát. De állítom neked, hogy sok ember nagyon istenfélően élt el az életét, úgyhogy nem olvasta a Bibliát. Ma meg sok ember olvassa a Bibliát, de az engedelmességgel nagy baj van. Nem az segít rajtad, hogy mennyit tudsz a Bibliából, hanem az segít rajtad, hogy mennyire engedelmes vagy a Bibliában. Annyira történik csoda az életedben, amennyire engedelmeskedsz az igének, nem amennyit csak hallottál. És nagy titok az engedelmességnek. Az egyik legnagyobb titka az életnek az engedelmesség. Tanulj meg az igének engedelmeskedni. Hát például ilyen a megbocsájtás. Ilyen az Úrral való járás. A Szentlélek jelzi. Ha engedsz, a csoda tiéd lesz.
Elsőre nagyon felkapta a vizet, el is indult hazafele, óriási szerencséje volt a munkatársaival. És mondták, atyám, állj meg egy pillanatra, ha nagy dolgot kért volna tőled, nem megadtad, megcsináltad? Hát tényleg. És akkor a tanácsadaid döntik el a sorsodat. Robbám történelmi tévedést tett, követett el. Azt mondja, hogy tanácskozott az öregekkel, mondták, hogy te figyelj, alászkodj meg, állítsd le magad, ne erősködj, és jól megy dolgod. Mondja az így, hogy megvetette az öregek tanácsát, és a fiatalok tanácsát hallgatta meg, akik azt mondták neki, hogy erős, magyarázod azt, hogy te kis ujjabb, vastagabb az apád derekánál. Na és ezt gyorsan elmagyarázta, és ennek az lett a következménye, hogy mai napig is ezzel elszakadt, és azóta se lett, csak a messiás fog egyesíteni. Miért? Mert egy embernek rossz tanácsadói voltak. És ezért kérlek téged, ebbe az üzenetbe ez is benne van. Milyen emberekkel veszed körül magad? Mert azt te döntöd el, hogy kik a tanácsosaid. Ők pedig azt adják, amiük nekik van. Naamánnak az egyik nagy titka, sikerének egyik titka, hogy jó emberekkel volt körbevéve. Látták, hogy felment a cukra, megy haza, mond magába idegesen, de mondták, ne haragudj, ne, most nincs igazad. Azt mondta volna, az összes aranyat letetted volna, hát persze. Nem ezt mondta, csak azt mondta, hogy fürödj meg. Ja, nekem kell megfürödni, és még pedig a Jordánba? Igen. Akarod az a csoda legyen az életedben? Akkor meg kell fürödni, emberek. A hét az a teljesség jelent. Nem is egyszer kell, sokszor is meg kell nekünk fürödni Jézus vérébe, de ami biztosan egyik nagy jelképe, hogy a Szent Szellembe fürödjél. Fürödjél a kenetbe, mindaddig mi meggyógyulsz. Mert a kenet fog meggyógyítani. Ne hallgass azokra, akik téged lázadni tanítanak. Ne hallgass azokra az ember, akik neked rosszat mondanak, mert hidd el, aki az egódat biztatja, az nem jót tesz neked. Az az igazi barátod, aki abban segít, hogy csoda legyen az életedben. Abban segít, hogy helyreálljon az életed. Abban segít, hogy áldott legyél. Ezek az áldás emberei. Ezek a te barátaid. Ezek az igazi támogatók. Ámen. Tudjátok, hogy Saul király is, miért veszítette el a királyságát? Az engedelmesség hiánya miatt. Azt mondja neki az Úr, hogy Saul, Sámuel mondja, Saul, az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne. Egyszerűen Isten nem tud mit, nem tudja megáldani az engedetlen keresztényeket. Haragba vagy valakivel, akkor ma neked az Úr szól hozzád, bocsáss meg neki, tiszta szívedből. Ha valakinek tévedtél, menj és kérjél tőle bocsánatot. Ha valakit megkárosítottál, akkor menj és rendezd el. Ez a Biblia. És mondja az ige, hogy bement a Jordánba, belemeríti magát abba hétszer. Így kell a Szent Szellembe újra és újra belefürödni. Merítsd meg magad, és megült a teste, és megtisztult mindegy kisgyermek teste. Dicsőség az Úrnak. És azt mondja utána az ige, hogy ezek után mit csinált? Felismerésre jutott. Azt mondja, nincs más Isten az egész földön, csak Izraelben. Dicsérjük az Urat! Mert nincs más Isten, csak Izraelben. És mi az Izrael Istenét dicsérni fogjuk ma is. Kérlek, álljatok fel, és dicsérjük az Urat!